könyv bemutatót tartottak Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban 2019. május 9-én. Kovács Judit írónővel a Hazátlanok című regényéről beszélgetett Király Levente, a kötet szerkesztője. A program elején a műből Dézsi Darinka színművésznő részleteket olvasott föl. Bejöttek a németek. Mostantól Szlovákia a német irodalom otthonállott áll. Bennünket szlovákiai német gyermekeket pedig egyenesen a szüvet védelme. Mindenkitől, aki ellenkör. Most éppen a partizánoktól. Elmúltunkba egy kárvétáborba evakuálnak bennünket. Ausztriában és a cseh óriás egységekben sok ilyen gyerektábor van. A szétbombázott német városokból évek óta ezerre menekültük a gyerekeket. Így mondta elnéni, amikor az osztályfőnök Jórán kihirdette és beiratta a üzenetüzetbe. Hogy kikerüljük a partizánokat és a felrobbantott hidakban halahutakat, először Zakopanéba megyünk. Ott külön vonatra szállunk, a Heimatschutz és a Wehrmacht fegyveres kísérletet biztosít. Semmi bajunk nem esett az úton. Az ellátás miatt sem kell aludni. Nagy ládában rengeteg ennivalót viszünk. Biztonság, tanterv szerinti oktatás, a szlovák és magyar tanulókon kívül az összes német diák jön. Maximum negyed év, és visszatérünk. Mindezzel szemben partizánbetörések, fosztogatások, gyilkosságok és a közeledő keleti front. Gyermekének utakaró szülő az evakuálás ellen nem hozhatja semmit. Attól, hogy német négy gyerek a veszedelemben az anyja mellett a helyet. A mama mégis megpróbáljuk tartani, de a rendelet az rendelet, a kötelesség meg kötelesség. A papa egy vadonatúj hátizsákot vett nekem a Dezső bácsi boltjából. Szó nélkül lentetti a vezető asztalra, és megszólalt az ügyeit intézni. A papa ilyen. Nem lehet neki ellent mondani, nem lehet feliratkozni, kigondol valamit, és azonnal cselekszik. Én nem tudom, mit szeretnék. Gerdinde, Csúdi, Szívjön, Kiga és Jarinka nem, és Péter sem. De a partizánoknak minden német ellenség, még a gyerekek is. És így nézve a dolgot, németnek lenni mostanság tényleg veszélyes. A papának fontos tárgyalása van, a nagymamának szorít a szíve, tőlük otthon köszönök el. Hátamon az új, hanapos zöld hátiság, benne váltásruha, bokrém, törölköző, szappan, mákos papó és sonkás kenyér. A mama és Polly kísérnek, átszállunk a sikátorról, csúszik a macska kő, az átjáró alatt megcsap a moha és a nyilkos kőszaka. Mögöttünk a várt, előttünk a városházat. Polly természetellenes, magas fejhangon, a Dunáról, Bécsről, Zalaegerszegről állítik. Valóságban újraéli a nászkutyát gyerekével. A mama egymás után többször elsorolja, mint mindenre kell, hogy vigyázzon, s a lelkemre kötik, hogyha ne adj Isten, elszakadnánk egymástól, a háború végén mindannyian orvisztán találkozunk. Ott a Hitfrida nénikén, a mama nővére, a férjével, Faul bácsitól, aki gyáros. A gyár valójában egy kis forgácsoló üzem. De Faul bácsit a családban mindenki gyárosnak nevezik, egyrészt, mert ez sokkal rövidebb, mint az, hogy üzemtulajdonos, másrészt pedig igen, előkelően hangzik. A nénikéméknek nincs gyerekük, ezért is kötelező minden évben náluk nyaralni. Nem mintha ez olyan nagy kényszer lenne, hiszen ők nem ismerik azt a szót, hogy nem. Nem szabad bélligányba nevelni, éjszaka regényt olvasni, sötétedésig a morván lenni, egy nap háromszor is adnak pénzfajta asztra. Kapucinosok 8, igen tudom, a pályaudattól a 6. villamos megálló, igen tudom, unom a mama instrukcióit, folyik úti élményeit, fölösleges volt a nénikénk nénit felérni és a hátizsákba tenni, de jól nevelt és fegyelmezett vagyok, bólogatva megyek kettőjük között. Az üzletek vaskántos ajtói kitárva, a Szentkereszt toronyórája negyedetünk. Kimustrált vasutas ruhájában Janika, a bolond kórus jön szembe.
Kezében két dobbelő, övén zsörömbölen üres konzervdobozok, hosszú haj, kék szem, torzongolt szakáll. Úgy néz ki, mint Krisztus. Cégünkre néz ki, amikor krédikál. Ítéletes csapások, ébredjetek, készüljetek, bárány vére, kegyelem vére, kimaradt, meghalt, bejössz, megmenekülsz. Csupa az ajtaság, nem figyel rá senki, és nem is bántja őt senki, ugyanúgy hozzátartozik a város életéhez, mint mondjuk a tűzoltóság. Most nem prédikál, amikor megáll. Dobberegyével az útjába eső szemetes házakezelébe veri a ritmust, rámosolyog, és visszamosolyog. Iskolában mindig elejárok, láthatom minden ugyanaz, de mégsem ugyanaz. Délután a nagymama nem veszi el a bátony a lekvárt és a fosztós kenyeret, és Piki kutya is hiába vár a kapuban, nem jövök haza. A téren csupa ismerős arc, s Szeti kivételével a hiba félgyulladással korlában fekszik, itt az osztályból az összes német diák, és itt van átszámítottató. Erna néni, a tudítás tanárok élőkön, Brenner tanárunkban, a kötelesség és rendek szállottjával. Itt van Tereza néni tapásnő, és Tereza néni húga kisemítőnek. Lehetünk vagy 200-an. Rajtunk Késmárkiakon kívül a környékbeli falvakból is mindig vannak a német gyerekek. Ugyanúgy saját tanáraikra, mint mi. A mama a többi szülővel beszélget, egyfolytában mosolyog, pedig ritkán mosolyog, és végképp nem olyan erőltetetten és üveges szemmel, mint most. Igen, nagyszerű, hogy a hármasuk kísér bennünket lakopánikon, meg ott lesz a Wehrmacht, és persze a hármasuk is nagyszerű, de a Wehrmacht, végig a Wehrmacht, tényleg nincs miért aggódni, de hát a gyerekek biztonságánál nincs fontosabb. Beszél és bólogat, de én látom rajta, hogy máskor járnak a gondolatai. És csak viselkedik, fegyelmezette anyám az időre. Brenner tanár úr a fiúkat, Erna néni a lányokat kritizálja. A tanár úr ideges, mert fegyelem semmi, csak vicsa és hangzavar is össze-vissza kanapét állunk. Erna néni nem ideges. Amikor elérkezik az idő belető sítjába, elkiáltja magát, hogy hendedik át! Népsor szerint, osztályunként szállunk fel a buszokra. Először csak a kicsit után, mint elsősök. Én Rudival ülök, előttem Gerlinde és Tim, hátul a fiúk. Ha nem kísérne bennünket a helyemasuk, én nem hiányoznának a, és nem hiányoznának a szobát és magyar diákok, akár iskolai kiránduláson is képzelhetnénk magunkat. Amikor elindul az autóbusz, az ablaküveket nyomom a hónapon, szememmel jobbra-balra pártázom a utcát. Tehát ha lehetetlen is reménykednem, hogy megpillantom Kingát vagy Jarinkát, esetleg mindkettőjüket. De felszállás előtt kicsit arra is sétáltam a fatándomból, de Brenner tanáló rám kiáltott. Hartmann, maga hová megy? És hebegésemre a mama is felcsóválva mondta, hogy nem jönnek, ők nem németek. De én csak néztem értetlenül. Addig a pillanatig soha nem gondoltam Kingára magyarként, Jarinkára szlovákként, magamra németként. Akkor sem, ha Jarinka a tanítáron szlovákul énekel, Kinga a magyar házban magyar verseket tagad, én pedig a német házban, a Toymer házban gondoltam. Thank you.
legnagyobb nem is sértődtek meg rá, ugyanis három könyvet írtál. Az első az gyakorlatilag Nyíregyházán és környékén játszódik, a második az Késmárk és Budapest között nagyjából, meg még a... De az sem Nyíregyházan, tehát hogy elég erősen az a második könyvvel is, és ez a harmadikban pedig szintén nem szerepel. Tehát hogy nem mondták el, hogy elég gyakorlatilag, mi ez a nagy Késmárki elköteleződés. Hát sokan még nem olvassák szerintem, de remélem, ha elolvassák, akkor sem lesz ilyen hang, nem lennek ilyen hangok, hiszen ha elolvassák, akkor remélem szerint együtt olvastuk, hogy olvassák a házat, az első, a másodikat, most a harmadikat, és akkor látszik, hogy miért született meg ez a harmadik szegénynek. Jött, meg kellett írni, hogy egyik a másikból, a másik a harmadikból. És az első, amennyire itt játszódik a városon, Orvos, a én falun, és a környéken, nem úgy tudja, akár helytörténetek is olyan értelemben felfoghatunk, hogy mit értek át az itteni emberek. No, de hát az itteni emberek szenvedése a második világháborúban, vagy a felvidéki magyarság szenvedése a második világháború után, a béke éveiben, az öntözésük, vagy a német kisebbséget történtek, mind-mind azokat emberi sorsok, tragédiák és traumák, amelynek a legalább hozatékát is akár a mai napig a bőrünkön érezhetjük, mi a részleti generáció is. És akkor talán helyén vagyunk, akárhol élvezve, akár milyen témát dolgoztól, hogy ilyen irányban is elkalandozzon, hogy tetszik. Biztosan megbocsátják azon dolgokat a városiak, hogy nem csak egyházáról írtál. Azért mondd el, hogy azért azt, hogy sokan tudják, de sokan talán nem, hogy miért pont Késmárk. Tehát, hogy lehet volna a másik város is akár. Tehát az elszakítva a második regény bizonyos értelemben a folytatás lett a harmadik, és akkor nem is lekedhettünk a magyar kisebbség hányatásával, üldözésével, és a felvidéken vagyunk, és a magyarok és németek sorsa ugyanaz volt, hiszen a Benes dekrétumok egyformán bűnösnek, kollektív bűnösnek nyilvánították a magyar és a német kisebbséget is, és akkor ilyen értelemben bűnös a csecsemőtől az akasztjáni mindenki, aki magyarnak született, vagy németnek született. És amikor a másodikat írtam, akkor annyira egybefonódik a sorsuk a magyaroknak és németeknek, hogy akkor láttam, tudtam, akartam ezzel is foglalkozni. Egy kísértés erejéig még az is megfogalmazódott benne, hogy egy regényben a kettő, de ez lehetetlen volt, nem fért volna egy regényben a kettő. Meg kellett írni. Egyik téma, hogy ástam bele magam a forrásokba, de most a magában a másikat. Szembe jöttek velem azok a történetek, életsorsok, amelyek nem voltak tudni. Mondta csak azt, hogy te a második világháború és az azt követő éveknek a specialistája vagy, tehát hogy hogyha valakit igazán szakértőt akarom megkérdezni erről, akkor téged érdemes keresni. Hát ilyen nagy dolgot nem lennék magamról állítani, de valamelyest ismerem, mondjuk azt, hogy megismerhettem a hétköznapi emberek, a kis emberek alulnézetről azokkal a történelmi eseményekkel, amelyeknek ők elszenvedői voltak. Mert ha megnézzük, akkor mindhárom regénynek és akkor a hazátlanoknak is egy annyira hétköznapi főhőse van. Egy 17 éves fiatal lánynak, egy gimnáziumnak a utolsó éves, hetedikes, tehát a régi világban vagyunk, az a 17 éves, hetedikes gimnazista. És a regény végén pedig 1953-ban érdeket, akkor 23 éves. A regény végén pedig egy 23 éves fiatal nő, aki lélekben egyébként már nagyon öreg, amikkel átment.
Tehát az ő egy gimnazista, az ő édesanyja egy háziasszony, az ő édesapja most éppen ügyvéd, az édesapa, és az összes többi szereplő. Abszolút hétköznapi emberek, akik 1944 és 46 között éppen a legények Kézsmárkon élnek, de éltettek bárhol, Csehszlovákiában már akkor, vagy Magyarországon. És azok a források, amelyekkel dolgoztam, amelyikbe beástam magam, melyik az orálisztori már nem működött, tehát itt nem voltak élő interjú aranyaim, akikkel megbeszélhetünk volna, vitofora vettem az életükjükön, hanem ezek források voltak, visszaemlékezések, tanulvallomások, tehát mind ugyanolyan hétköznapi emberek, mint mi, csak ők éppen akkor jöttek, és akarták, nem akarták, részesé vettek azoknak a nagy 20. századi konfliktusságoknak, mint második világháború, vagy a fabrikán következő életnek. És azért meg kell mondjam, bocsánat, azért meg kell mondjam, hogy valamikor ugye én levélváros voltam, sőt, történészként reformkorba vittem a doktori dolgozatomat, de vagy ha foglalkoztam a mai a legújabb forrás is, nem lehet levélkezni forrásokból, történelem könyvekből, szakcikkekből, nem lehet megismerni úgy, mint ahogy meg lehet ezekről az életutakból ismerni azokat az időket. Szerinted, azt mondtad, hogy egy kicsit értesz a témához, hogy ismered több száz, több ezer dokumentumot olvastál, vagy néztél meg. Azt nem, de nekem szerintem ez egy lényeges kérdés, hogy ugye az előző könyvben a mostani, ugye ugyanott játszódik egy darabit, ugye Késmárkon, hogy a szereplők hogy születnek meg. Tehát, hogy ugye azt mondjuk, hogy kutatsz egy témát, nincsenek már élő emberek, akikkel beszélhetni róluk, hogyan jelenik meg egy figura? Tehát, hogy jutsz el oda, hogy egyszer csak lesz egy Farmer Lilith, vagy lesz ugye a Kinga, aki az előző könyvnek a főhőse, hogy ezt csak találsz egy olyan visszaemlékezést, amiben megemlítenek valakit, és azt mondta, hogy hoppá, ő lesz az, és ő fölveszi magára a többi történetet, vagy valahogy egészen más, hogy képzeljük el, mi ezt olvasunk. Hát, ha múlásra fogalmazni, akkor fogalmam sincs, hogy lehetek megélni hangban, de azért egy kicsit megpróbálok konkrétabban válaszolni erre a kérdésre. Történetekkel találkoztam. Egy nagyon konkrét, a második regény nyitó fejezete az, hogy Késmárkon van nekünk egy anonélünk a családban, akinek az édesapják 1945. augusztusában Késmárkon, mivel egy neves magyar személy volt, Tököli Márta fogadták, és a volt német polgármesterrel kettőjüket befogták lova helyett szemetes kocsi elé és végighajtották tétisták keletőkkel Késmárkon. És egy zsidó orvos, aki akkor tért vissza Auschwitzból pár hete, megemelte a kalapját előtt és meghajolt. És akkor megvolt ez a történet. Ennek, tehát valóban a családban, és később, mondjuk egy év múlva, kaptam vagy rendeltem egy kiadványt, Leider Péter Fátvágyendulcsán volt a címe, amelyben voltál fegetén-fehéren a Késmárki német polgármester visszaemlékezése 49 memoárt tartalmazott el. Késmárki, akik szepességiek elmondták az üldöztetésüket, kárvágyájukat, és szó szerint voltál ugyanez a történet. Ebben a regényben is felekezült, tehát a németek sorsa, és akkor ugye volt egy polgármester lánya, aki elénye, itt hallottuk a felolvasásban, ez a mi főhősünk barátnője, német. Van egy szlovák barát, ugye kellett egy szlovák szereplő is, mert ugye németek, szlovákok, magyarok békében élnek egymással a szepességben, nincsenek nemzetiségi konfliktusok, egyáltalán nincsenek. Egy mondatot elkezdenek magyarul, folytatják szlovákul és megjegyzik németül. És akkor ugye azt mondja itt a főhősünk, és ez tényleg így van, hogy egyszerűen nem érti, mert azért soha nem gondolt az osztálytársaink a németként, vagy magyarként, és magát, szlovákként, és magára németként, és nem érti, és nem tud mit kezdeni ezzel, hogy most ő német, és őt távolba zárják, elműzik, stb. Tehát kellett egy szlovák szereplő. Akkor megteremtette Jalinkát.
Kellett egy magyar, a Rocskor második regényből, akkor már ugye a főhősünk írva. És akkor most kellett szintén egy ilyen fiatal lány, aki a fiatalságot, az ifjú nemzedéket képviseli, és aki erős és bátor, és bármi történik vele, talpra fog állni, és ő lesz az, aki majd valóban a háború után felépíti, vagy felépítik újból Németországot, vagy akár Európát. És akkor ezek most nagyfaknak tűnik, de én ezt így fogom. No, és akkor egy fiatalány kellett, egy jó nevet kellett neki találni. Lili, ugye magas magánhangtó, de mellette a vezetéken a 64 magánhangtó, sőt beszélődé fogunk tetszni. De azért legyen dolgul is ez a lány, ez a 17 év, aztán hírkört az ember. Legyen benne valamikor önbizalomhiányos, valamikor tartós és indulatos, valamikor meg olyan van, amit csak nézünk, ugye? Amikor lop, organizál, koldul, csak azért, hogy életben maradjon. Vagy amikor menti a barátnőjét, és akkor ő felé meg, hogy nyilván kereszted a hajába. Tehát egy nagyon hírköznapi figura, ha úgy tetszik. És ezzel ezt tudatosan tettem és csináltam. Visszakérdeztetek? Amikor te először olvastad, de milyen lehet egyébként hatnak? Mert én ezzel próbáltam játszani, hogy nagyon erős, bátor, mától meg olyan van, hogy megette a csokoládét és elkiszkodja a tálát. Állandóan éhes és mohó és ostorozza magát. Én olvasóként benne szerettem Lilibe teljesen, nagyon-nagyon szimpatikus volt, és egyébként még előtte visszakanyolok, hogy említetted ezt a jelenetet, amikor ugye a polgármestert, a német és a magyar törvényben a város két legnagyobb tekintét, két talán legnagyobb tekintét befogják a szemetes kocsi elé, és a haláltáborból visszatérő ugye videóorvos, aki meghajol és megemeli a kalapját, én mondtam, hogy hát ez nagyon szépen kitaláltad ezt a jelenetet, de hát ez már egy kicsit sok. És erre kiderül, mert beszéltünk, hogy mit van, és mondta, hogy hát ez tény, ez így történt. Tehát, hogy a valóság olyan dolgokat tud produkálni sokszor, amit talán íróként nem is gondolnánk, hogy lehetséges. És egyébként ebben a képben nagyon jó, hogy ezt mindig elmondod, ezt a jelenetet, mert elképesztő sok minden bele van sűrítve, tehát ebből tényleg nagyon jól ki lehet indulni. Illetve hát az a részlet, amit most hallottunk, felolvasva, ugye ez egy, mint egy piknik előkészület tenni olyanok. És te azt írtad meg, hogy van egy békés polgári világ Késmárkon, hogy mondtad, hogy a szlovákok, magyarok, németek, de egyébként ezt gondolhatjuk akár egy bizonyos erdélyvárosokra is, ezt mindig elmondják, hogy aki ugyanott a szászok, románok és a magyarok szintén mindenki három nyelvet tudott, elkezdte magyarul folytatni a románok, mert ezt nem tudom a gondolatot. És hogy ezek ilyen teljesen békés közösségek voltak, nyilván nem mindig, de hogy ezért a hosszú éveken át, vagy hosszú évtizedeken ezelőtt keresztül ezek jól működő helyek voltak, és aztán később választani kellett, hogy akkor, de brutális módon, hogy akkor most maga szlovák, magyar vagy német, és ráadásul ezek pár éven belül ezeket el kellett határozni. És Lili tökéletesen megmutatja azt, hiszem, hogy nem lehet választani. Tehát ez a kérdés föltevés bizonyos esetekben, ez egy olyan, mint hogyha egy ilyen darálóba kényszerítenék az embert, és megtalálják, és a kérdésedre válaszolom, hogy mert szerettem Lilivel, dukkoltam neki, és egy kicsit féltékeny voltam, hogy már az 6. fickó a flörtön. Csak 3 volt. De amikor összeszámoltuk is több volt az, mint 3 szerintem. És ez is nagyon tetszett, hogy Lili, mert még milyen egy fiatal lány, aki folyton szerelmes, és folyton másba. Adott esetben párhuzamosan is lehetséges. Vagy majdnem, tehát hogy akár hetes eltérésekkel. Úgyhogy nagyon... Én emlékszem, a budapesti doktatom azt mondtam, hogy egy kicsit csapod el, és ez okon benned, úgyhogy... Elköltöttem. Igen, teljesen sok bentegetett végét, úgyhogy nem, tehát jól értelemben véve, ez egy modern művős, azt gondolom. Úgyhogy nagyon... Ki olvasta egyébként már a könyvet? Akkor most nyilvánosan megkérlek, hogy a szintén a Pesti bemutatón volt, hogy
szóltam, hogy már előre alakuljunk, mert ugye a Judit, hogyha belemelszik, akkor egész komplet részleteket mesélem a könyvből, és akkor az olvasónak már olyan túl sok izgalom nem marad, úgyhogy a végén a végén mesélik el, hogy történik. De a címe, hogy hazátlanok, ez egy szitok szó. Tehát, hogyha valakire azt mondják, hogy hazátlan, azt általában nem úgy értik, hogy hát volt egy kis kedves hazátlan, hanem ez egy nagyon durva sértés, és közben kiderül, hogy ez nem egy sértés, hanem egy állapot lehet adott esetben. És hogy itt millió kerültek ebbe a helyzetbe Európában, éveken belül. Úgyhogy mondd még erről, amit érdemes tudni, hogy történtek ezek a kiosztások, ez hány embert érintett. Igen. Hiszitek nem, de teljesen véletlen, hogy május 9-én van ez a bemutató. Május 9-e egy jeles nap. A győzelem, illetve a békeelső napja. 1945. május 9-én véget ért a második világháború, amelynek szabadú mérlege 6 millióval. Tehát május 9-én ünnepelt a világ, és Tehát csak a holokausznak volt 6 millió. A többieket hozzáadjuk, hát egy ilyen 30-40. 5-5-ig menjünk, jó? Menjünk 5-5-ig menjünk. És ugye az Ázsiát is beleszállunk. Igen, igen. Szovjetunióban 20 milliós. 27-ben. Tehát igen, jövő. Kutatásra akár 27 milliónát adtam. Tehát akkor mondjuk a zsidó oldalak szállodatai 6 millió körül van a zsidó oldalak szállodatai és ezt felhasználtak ide. Tehát volt miért ünnepelni, hogy véget ért. Nem mindenkinek jött el a béke, sőt a kárpátaliája vagy a szenvedés történetre ekkor kezdődött a német kisebbségnek. És ekkor már ez pontosan tudom ezt a számot. 12.450.000 németet üztek el a békében a Baltikumtól Csehszlovákián, Magyarországon, Lengyelországon, Románián és itt tovább keresztül. Tehát 12.450.000 németet azért, mert németnek születtek, a csecsemőtől a lakosjáni, és jutottak rá a volt Németországra, vagy a különféle megszállási öletekre. Tehát a végében kezdődött az ő kárváriájuk, és a regénynél maradva Lili Hartmann és családja, és az összes Kézsmárci és a tepességi németek azért németnek születtek, ugye először kezdődik az evakuálásban 1944-ben az ő kárváriája, amikor evakuálják vagy kimenekítik. Először Ausztriába, utána Németországba. A békében, mikor visszatérnek Kézsmárkra, akkor már Lidlben vannak a Benes dekrétumok, és ez alapján a németeket táborokba zárják, Szlovákia legnagyobb volt koncentrációs táborában, Novákiba vagy magyarul Nyitra Novákon, több mint egy évig Schengennek rendszeres körülmények között fikusz járvány áldozatai lettek sokan, és éhetnek, egyszerűen foglyok, rabok. És nagyhatalmi engedéllyel, áldással végül 1946 tartától 47-ig tart, amikor deportálják őket a volt Németországba. Még egyszer a szám valami volt, 12.450.000 ember, mindenüket elvesztették, nagyon sokan foglyok áldozatai lettek. Ebben a regényben különféle fehér sportok vannak, vagy építek, például ezt a nyitva-lováki láget, ahol több mint egy évig segítettek, raboskodtak. Vagy például szerintem az is eléggé fehér sport, vagy kevesebb tudunk arról, hogy szintén a háború után már a békében a németeket olyan rendszabályokat hoztak, rendeleteket hoztak, amely nem sokan különbözött a zsidókkal szembenektől. Tehát a gáz, és azért számítva, hogy a villamoson közlekedés nem tiltották nekik,
bajorokról megfosztották őket, fehér karszalagot kellett fordaniuk, amelyek 8-10 cm-es fekete embetű virított. Ahogy mondtam, táborokba zárták őket, megbélyegezték őket, és különféle pogromok voltak. Se szemületek különösen sok, de Cserov, amiről kevesen tudnak, 265 civil rozsinai, kézsmárki, karantén kereszti, malompataki és így tovább. 265 civil mészárlottak le, ültek tömegsírba, ők az evakuálásból kértek haza 1945. június 18-án. Az önnyiben németek voltak, de magyarok is voltak közöttük, és néhány szlovák is. Egy fehér volt Szlovákia, Csehszlovákia történetében, ahogy nézzük. Nos, tehát ezen a regényben ilyenekről van szó, vagy ezeket próbáltam leírni, de azért ez abban szempontból egy nehéz jó volt, hogy az emberi szenvedést ábrázolni, írni, leírni, hogyan lehet, egyáltalán milyen mélységig szabad ezzel foglalkozni, vagy ha felidézünk, akkor újra és újra éljük őket. Amikor a megszabadulást írtam, akkor interjúkat készítettem nagyon idős emberekkel. És például a Fejlentőzsi kemérében az ismeret. Ő mondta ilyenkor nekem, hogy jobban voltat elfelejteni, mint felidézni. És akkor én csak hajtottam az ő rendét, tehát az emlékeit megmaradjanak, tudjak róla. De most már valahogy jobban megértem azokat, akik hallgatnak, jobban megértem a hallgatást. Mert mindente annyira, amikor annyira borzasztó a dolgok történtek, hogy elgondoltam, hogy meddig és hogyan. Másrészt meg ha valóban idézzük, hogy az emlékezet egyetlen hiteles formája a művészet, akkor nem mégiscsak azt gondolom, hogy foglalkozni kell vele és érni kell volna. De hogyan? Elmondtam a Budapesti bemutatón, és ezt itt is megosztom a közönséggel, hogy volt egy történet, amelyen azt mondtam, hogy most befejeztem a források feldolgozását, vagy egyáltalán, hogy olvassak ebben a témában többet, és ez bele sem került a regénybe. És ez az volt, hogy a Brücki halál mellett résztvevői vagy szereplői után, akik életben maradtak és megérkeztek, Németországba jegyzőkönyvszerűen vették fel a visszaemlékezéseiket, és egy vörös keresztes nővér elmondta azt, hogy az egyik éjszaka az egyik fiatal nő öngyilkosság megverte magát, és a csecsemőjét agyonnyomta. És reggelre így találták meg, és a milicista megparancsolta, hogy dobják az Atrinába. A nővér megtagadta, az esküjére hivatkozva, erre a milicista másik két fogoly ráparancsolt, berúgták az Atrinába a kintronteste. És a keder a gyereknek sokáig kiállt. És ez volt az a történet, amit befejeztem, és ez a Dr. Jack Fowler-i kutatható, olvasható, digitalizálták ezeket a visszaemlékezéseket. Bárki foglalkoztak vele, és azt mondta, hogy többet nem olvasok, és ez az, amit például nem szabad, nem lehet, és én nem tudok leírni. Tehát, hogy lehet leírni azokat a traumákat, azokat a tragédiákat, amelyeknél akár azt is mondom, hogy hol volt az Úristen, mire tegette. És én arra jutottam, hogy egy bizonyos történeteket, mint ez, nem tudok, nem akarok, és nem tudom leírni. Kettő, hogy inkább csak ilyen fragmentáltan, látomásszerűen, és nem konkrétan is kibontva, és próbáltam ezeket, tehát törekedtem széttolva jelzésszerűen elhelyezni, mi történtek, illetve mesékkel, tárca mesékkel oldani. Itt a főhősnő Billy Hartman, aki a Trojnerát hallottuk, tehetséget zongorista, és már fejtelem a barátnőt, mert fogolytában van az zongora, mert később sincs. Takaóban sem, vagy Bumestárban, ahol ő táborban él. És
és szerelmes a tárcába, vágni tiszta a tárcába, mert a Késmáki Gimnáziumnak minden ősszel és tavasszal tárcába a valósági látást tanultak, és a tanárok, ez valóságban is így volt, tartéznek tanárul, tárcaregyvákat és meséket mondott nekik, és a regényben Lili Hartmann is a tárca meséket mondja. És talán így olvasható, befogadható azok a korlátusságok is, amelyek szerepelnek. Igen, mint a három könyvedről el lehet mondani, hogy hát azért az olvasó visszajelzések alapvetően azok, hogy nagyon történetek, nagyon traumatikus dolgok történetek, nagyon terület szereplők, de mégis van egy nagyon erős életfáj, nyilván egyébként azért választott a fiatalabb szereplők is. Különben valószínűleg hamar tudnak letudni, és azt mondják, hogy hát folytatni kell, és életben kell maradni. És azt a kis lehetőséget megragadni, hogy akkor most jól lehet magunknak érezni. Tehát az egészen komoly traumák után így is azt mondja, hogy most már pedig élnem kell. És azért ne így legyen ennél a kedves lendő olvasó, mert egyébként nem olyan mondott, hogy ezt olvasd el a követőt, remélem nem megállt, hogy el semmit ezt, és nagyon vicces jelenetek is vannak benne, és Pipi kutyanit szerepel benne. Igen, elárulhatjuk, hogy Pipi kutya valós személy. Nagyon sokan ismeri Pipi. Igen, az kedvencem, amikor ugye szó van arról, hogy a Benes dekrétumok értelmében minden német ember nácinak minősítenek, és sőt minden németet talán mindenki, akinek német kutyás, és akkor így elkezd nevetni, hogy hát sőt, hogy az apráz, hogy hát mit nevet, és mondja, hogy hát elkezdem, hogy Fifi kutya nác. És akkor a kutya. Érted, iskor nem messze a táborból, számból követet láttam. Lehet organizálni. Ámi, Hánci, Dóla, Klausz és én. Most ez a csapat. Nem dolgunk, csak organizálunk. Mindenki organizált, de csapatban könnyebb és eredményesebb is. A barátok talán szintén sokat számít. És rájöttem, hogy meg Novákia után nekem elég egyszer végig pillantani az eltöltött mezőn, hogy tudjam, hol lakul a krúgja kiporított fészek alatt. És melyek azok a helyek, ahol a fák aljában vagy az avarban csokorszám terem a bomba. Nem nevesleg szükségesek egy futni, és olyan gyorsan bírok, hogy úton ne tett az égvilágon senki. Teherpályával, egy vakon tele sárga lépával. A vasutas orbite hagyorgítson, dugikra tuba hátiságot. S a lekvár, amit a sárga lépából főzünk, cukor nélkül is édes. A határba éjjel megyünk, akkor a legjobb, tartunk itt sehol senki. A patakon túl még jó kilométer fúti földig. Kifordító bokrok, eltállt minden, ahol világít, kézzel fogjuk a földet. Krumplileves, krumplilángos, jelpelem, ahogy állnék nálatban mondják. Serpenyem nincs, de a krumplilángos akárnyak valami János lehet sütni. Zsírunk nincs, de van répa lepárunk. Azzal valamítjuk meg. A cukorrépát később takarítják be, és több is van belőle, mint krumpliból. Már vagy, de még mindig lehet menni a mezőre. A holcfényben a földből kiálló répafejek úgy néznek ki, mint a halálfejek. Nem akarok élni, de mégis félek. Próbálom a szirupra gondolni, és a pálinkára, amit fűzünk majd belőle. Fazék, fette, vasháromláb, labor, nyerstészbe, hidegvíz, melegítés, hűtés. Igazán jó használt veszem a Herfiszkintől tanultaknak. Összeszedjük a felelhető edényeket, és egy gyorsás háromláb is akkor, meghámozunk és közteleteljük a lépát. A mama Tilda nénivel, Cidi nénivel felváltva fűzi. Dakonyoló körülöttünk téglágos, akár egy vadászkutyának, úgy leved az orra. A pálinkának körtelmes a szaga, de visszat kapunk érte. Stészta és knédi kerül az asztalra. Az erdőből pedig gomba. A malomló korpát szerzünk, a tejgazdaságból írót. Korpa és író. A disznóknak egyet, de nem számít.
A bajoltárnak olyan sikros a teje, hogy az író kis hiány tej. A gyerekeknek teljes érzik a táplálék, és végre jól lakadunk is. Vastag szürke felhúg, hideg, szemmel kérbesül. Füstöl a kárnyadat az ablak beravadva. Ha az ajtót nyitjuk ki, ömlik be a hideg. Marad a füst és a tömény átoldott testre. Mártin már nem is sápad, hanem egyenesen szürke. Jobbként akkor is esik. Sétálni hiszem. Sár és víz a kerítés mellett a forradottsa, hogy látjuk magunkat a tükrében. És látjuk a fordított villanypóznát és a vedetékeken a fejjel lefelé ülő varjakat. Nyakamban a gyerekkel kerülgetem a túlcsákat. Megpróbálom átugorni őket, ugrálok, de elvétem a lépést. Lábujjaim között hűvös buborékok pattannak szét. Cipőm csónakra tartozott. Orvoklan darab, de ide nem is kell más. Ha meg lenne a pántos, gombos lakcipőm, föl se tudnám venni. Martin lekérezkedik a nyakamból, s ujjaimba kapaszkodva totyog, most tanul járni. A járás úgy tűnik komoly nagy feladat. Részeg emberként ide-oda induljok, és hamar elfállok. Örökölve veszem, leveszem, megint fölveszem. Olyan a távol, mint egy nagy falu. Szudétások, pomerániaiak, szilíziaiak, svábok utcája, azt szerint, hogy ki honnan érkeztek. Sorra-sorra körbe karikába a barakok között. Égkék szem, aranyszőke haj. Gyönyörű gyermek, dicséri egy asszony Martint. Mint az anyukája, mondtába rá egy ősz hajú idősebb férfi. Fülig pirulok, de nincs kezdem a családi viszonyaimat magyarázni, de nem is kell, mert amikor meghallják, hogy késmákról vagyunk, azonnal tököli és az ő rákot címkat kezdik emlegetni, és honfitásuknak fogadnak. Hadd a nélküli honfitásoknak. Nem, de nevetik el. A férfit Jodet Bocskinnek hívják, a felesége Margit, a lányuk Delma. A fiúkról fényképet mutatnak, fogságban van, mint a mi kertünk. Nem utazzam, szólítom, hogy Gyuska bácsinak kéri a férfi. Ebben az utcában Magyarország is fábok laknak. Valahonnan Budapest környékén érkeztek. Éppen csak őket nem zárták távolba a deportálás előtt. Ennyi a különbség köztünk. És annyi, hogy őket a magyarok, minket a szlovákok húztak el. És ők már egy fél éve itt vannak, és mondhatjuk, berendezkedtek. Zelmai Várodában dolgozik, Jóska bácsi az amerikaiak javító műhelyében, és egy tyúkjuk is van. A táborban tilos állatot tartani, de nekik akkor is van. A tyúkról a barak hátsó sarkánál a farakáshoz ragasztott, semmi kis odú, mint állókodik, olyan kicsi, hogy négy-két láb kebben látni, és mint a rák hátrafelé tolatva lehet csak kijönni belőle. Márkin, mintha odaszögezték volna, mehetem bánulja Margitné, mint ahogy a másik befelé is tolatni felé. Tyúkszal rosszadó szalma ázott madártól. A szab gyomorfogató, de áhítattal nézem a tyúkot én is. Tyúk egyenlő tojás. A tojás rántotta felé a hússal. Jöjjünk, máskor is invitálnak. Szívesen jövünk, válaszolom, és hozom a néjékat, és elhozom Julius is, majd a meglátogat. Én mindenkit hozok, akit csak tudok. Kellenek a barátok ebben a nagy idegenségben.
kevés idő még maradt, úgyhogy két témát még érintettünk. Egyrészt most a felolvasott szövegből megtudhatunk még, hogy egy lyuk volt előbbedett tojás, tehát ezt elvárni kérdésre is válaszolhatunk. Másrészt azt én már nem is felejtettem, hogy Lili elkezdte sok mindenhez érte, hogy még zuppánokat főzni is tud. Tehát ez egy nagyon komoly képességek, ezekre szükség lehet, úgy gondolom. Úgyhogy tényleg az organizálás, a fekete piac, tehát mindent tökéletesen tud, tehát nagyon életre való életre lány, úgyhogy körülbelül is imádnám, hogy ezt mondom. És csak a végén egyetlen dolgot vegyünk át, ebben légy kérlek a segítségemben, hogy csak képzeljük el az arányokat, hogy akkor most megyünk csak Németországot, hogy ugye meg is szaladtak a világháborúnak, tehát ne számoljuk bele Ausztriát, a szubitakoneteket, és talán hány millióan kezdtek neki a németek, tehát Németországon akkor hányan laktak? Mert csak 80 ilyen. Azt tudom mondani, hogy minden negyedik a végén, minden negyedik menekült német volt. Tehát most a matek példát megoldottad, mert így, tehát úgy indulnak, hogy 80 millióan voltak, a háborúban meghaltak. Nagyon sokan, és én azt mondom, hogy 17 millió méter 50 ezer menekült. 10 millió. 10 millió? Tehát a civilek is a tehát azt tudjuk, hogy 17 millió 450 ezer menekült zúdult rám. Meghalt 10 millió, tehát ott volt a 70 millió, és ez csak megérkeztek 14 millió alatt. 14 millió visszállt. Csak 12 millió, tehát ez csak Magyarországra lefordítva. Hát azért ez olyan, mint hogyha most a 10 millióból meghalnak 1 millión egy háborúba, és aztán utána hirtelen betelepítenek. Majdnem, nem két millió, még másfél millió magyar, hogy akkor egy teljesen szép bombázat, szép innit megszállt, és nagyon gyakorlatilag a elképesztő viszonyok a visszabombázott országba. És akkor gondoskodni is kell róluk, ugye? Tehát, hogy... Miközben a németek, tehát a főslakosok kárára is ésségben élnek, jelente van, fejadatban, megállapít van. Tehát a részletben azt hallottuk, amikor elérkezik a szabadság, és a regény szereplői egy Blumenstraat nevű helységben, amely egyetlen fiktív, tehát nem valóságos település, ezt én kreáltam, és ott egy táborban élnek, és a megismerkednek érkezés szerint utcák, egy hatalmas táborról van szó, megismerkednek a magyarországi sávokkal. Mert nem tudom, arról nem beszéltem az először, ugye, hogy amikor megérkeznek, akkor először a vidéki Németországban, tehát megszállási övezetben érkeznek. Bajorországban érkeznek. Igen, az egész hogy a amerikai övezetben és Bajorországban, és akkor a vidéki településeken a parasztgazdaságokat próbálják megszállásolni őket, és amerikai katonai erővel, kényszerrel történik sok helyen, de hát azért az Argazoltarról nézve volt olyan település, Eterbekes falu, akinek 600 menekültet kellett volna befogadni, de hát azt megelőzően, mert a német nagyvárosokból kibombázott saját honfitársaikat is kényszerrel be kellett fogadniuk, és akkor ezért van az, hogy ezek a menekültek hiába németek, németről beszélnek, de az őslakosok számára jött ment hátúságos cigányok, akik ellen tüntetnek, akiket büntetésként élnek meg az elvesztett háborúért, és egy Isten csapásnak, három Isten csapás, a vaddisznók, a krumpliborok és a menekültek. Ekkor Bajorországban, és az imád átfordítják, és úgy imádkoznak, hogy Urunk, küld a csőcseléket haza. Nincs annyi falu, nincs annyi parasztgazdaság, akinek a nyakára lehetne ennyi embert ültetni, és akkor mi történik? A volt koncentrációs táborokat nyitják meg, és menekült táborként funkcionálnak. Dachau például a 1965-ig menekült táborként funkcionál. Dachau-nak több mint 150 altábora van, és ezek mind menekült táborok lesznek.
a regényben Bóbmestárt egy kitalált település, és azért nem egy konkrét, mert 150 Bajorországban 150 helyet keresettem volna fel, találhattam volna, és választhattam volna helyszínű, tehát egy tipikusat akartam, de Rózsaszárnya mintája. És mi elmentünk akkor Dénessel annak idején, és bejártuk ezeket a helyszíneket, és Rózsaszárnyat vettem mintának. És Rózsaszárny külső település része egy Hájfordszer nevű, ahol az is Vakonval tábora volt a náci korszakban, és 250 fogoly volt a náci korszakban, munkatábor volt ez a Hájfordszer. A menekültek idejében több mint 2000 menekült ért Hájfordszerben. Vagy Rózsaszárny belvárosában, ott most egy uszoda van, egy sportcsarnok és uszoda, ott is menekültábor volt. Ezeknek ma már nyomuk sincs egyébként. De visszatérve Dachau-ban 1965-ig ez egy nagyon nagy menekültábor volt. És már nem volt, nem megsemmisítő tábor volt, nem voltak foglyok a menekültek, és nem dolgoztatták halára őket, de ugyanazokban a barakkokban éltek. És 1000 kalóriás fejadagon, itt hallottuk Németországban és Törmelékország is az éhezők országa, tehát az őslakosok is éheztek, és meg voltak állapítva a fejadagok. A menekültek 5 kategória volt, a menekültek 5. kategóriások voltak, a legkevesebbek kapták 1000 kalóriát. 1000 kalória annyi, amelyet nem halsz éhen, de éhezel. És 1948-ban, szeptemberben is részben volt Dachau-ban. A többi menekült tábor, illetve menekültek a többi táborban pedig szolidaritásból éhségmeneteket tartottak. Tehát a táborból való kiverekedés, vagy ebből a menekült állapotból, vagy egyáltalán a normális élet, az nagyon-nagyon hosszú idő volt, amíg osztályrészükül juthatott. És az az ellenségeskedés, amiről beszéltem, hogy nyíltan ellenségesek voltak a menekültek ellenek, pedig ez volt az oka, hogy maguk az őslakosok, tehát a civilek szintén sokat szenvedtek, és nagyon nélkülöztek. De egyébként ez a másodosztály németnek lenni, a regényben már az elején is megfogalmazódik, hogy nem egészen jók, nem vagyunk egészen jók érzi déli harcban. Mert amikor a Náci-Szlovákiában 1939 után, Késmákon is, ők a birodalmi németekhez képest nem eléggé németek, és a szudétás tanárok, a szudétákból érkeznek tanárok, akik megpróbálják átnevelni és náci szellemben nevelni őket, amely ellen lázadnak a maguk módján. A grűzbortok köszönnek a helyvétel helyet például, vagy a Rozsvár helyet, hanem a himnuszban tisztákat énekelnek maguk is módján állnak. De amikor megérkeznek, kiszabadulnak, és megérkeznek, akkor, ahogy mondtam, akkor megint csak nem egyenlagú, megint csak nem másodrangú németek, ötlentek, cigányok, és az integráció minden volt, csak nem tilatalmennek, és sikeres. Igen, tehát nem lehettek jó magyarok, jó szlovákok, de még jó németek se, aztán csak mesedörgőjek, szóval igen, komoly, azt mondom, nagyon komoly története van Lilinek, amit mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlunk, hogy olvass el a könyvet. És nem tudom, még egy rövid, mert mondtad, hogy valamit mindenképp szeretnél, akkor az ez egy ilyen. Nem, arra már nincs idő, hogy felolvasni. Én azt szeretném mondani, hogy ez egy optimista regény. Mit adok ellenére, amit én elmondtam? Mert ennek a regénynek a mottója, így indul a regény, a múlt elesett hatalomból a jövendőnek urai vagyunk. És ha elolvassák a regényt, a végkifejletem, én nem mondok el. A végkifejletem is ehhez. És nem kisek érteni, hogy miért mondom azt, hogy egy optimista regény, mert amiről beszéltem, hogy ez a menekült sors, azért úgy gondolom, hogy végül mégiscsak sikertörténetnek is mondhatjuk. A német csodában nagyon nagy szerepe volt ezeknek a menekülteknek, és az ő útjuk
kálváriájuknak egy szimbolikus vége talán, fogalmazhatok így, az a karta, a menekültek kartája 1950. augusztus 5-én minden menekült, tehát ahonnan érkeztek szorítások, szívédiak, stb. Egyöntetően aláírtak. És ebből én két mondatot szeretnék felolvasni, és ez is aztán azt jelenti, hogy ez a regény, optimista kicsengésű regény, és ez a történet a sok borzasztóság ennek minden, amelyet tartalmaz a könyv, végül pozitív kifejlésű lesz. Tehát a menekültek kartája, amelyben benne volt Willy Marman és az összes főhős is, úgy kezdődik ezzel a deklarációval. Mi hazánkból elűzöttek, lemondjuk a rosszról és a megtorlásról. Ezen elhatározásunk komoly éppen, emlékezve arra a végtelen szenvedésre, melyet különösen az utolsó évtized okozott az emberiségnek. Minden erőnkkel támogatni fogunk minden kezdeményezést, amely az Egyesült Európa megteremtését célozza, melyben a népek félelem és kényszer nélkül élhetnek. Kemény és várhatatlan munkával fogunk részt venni Németország és Európa újra felépítésében. Hát ezért mondom, hogy újra regény, mint a menekültek sorsa, a végén pozitív végkifejlemet. És még végszó, na ez egy örülmény szó volt. Ezt már hogy überelmet, kíváncsi vagyok. Ezt hogy überelmet. Egy nagyon személyes befejezésre, ahogy mondhattam, nem is überelem, de szeretném itt elmondani, hogy a három regény közül ebben a regényben egy ajánlást írtam, egyetlen szót, azt, hogy Némesnek. Ez pedig azért tartottam szükségesnek, vagy fontosnak inkább így mondom, mert ennek a befejezése, a regénynek a befejezése rendkívül különleges lett, és egy rendkívül különleges élményt nyújtott a számomra is. Úgy alakult, hogy a kézirat támadása előtt, nem sikerült befejeznem, egy szemműtétem volt, és nem sikerült befejeznem, és a műtét után egy darabig, amit nem lehetett olvasni, és javítani a kéziratot. És a műtét után hasalva kellett, mert gázban volt föltöltve a szemem, és hasalva kellett, és én hasaltam egy masszázsáron, amit a jófogáson vásároltam kocson. Tehát én hasaltam egy masszázsáron, és nyilván sorvastam ki. Én azt mondtam, van egy lukra, én nem tudjuk, és akkor ott használtam, és én azt olvastam két életet, és én mondtam, hogy ide ezt érte, ezt húzni, stb. És itt volt az például, amikor még vitatkoztunk is, hogy én azt olvastam két életet, és mondta, hogy hát ez a legyenire csaponál, amikor egy amerikai katonával volt, egyszerűen csak nyelvet gyakorolnak és tanulnak, ismerkednek, és nem viselkedhetne, már Júlik szabad szerelne, aki éppen Münchenben van, és ez már csapodásság, stb. Tehát ezzel jól elvitatkoztunk, de a lényeg, hogy minden az egész volt, ez 400 oldal ez a regény körülbelül, és ennek a kéziratát mi így javítottuk végig, és ezt nem kívántam és nem kerestem, de ennek ellenére egy nagyon különleges élmény volt. Úgyhogy köszönöm, hogy megjelent is a támogatást, és köszönöm.